Kedves nézőink, a következő percekben egy stúdió beszélgetést láthatnak a Trampolin Sport Egyesület legújabb sikerének apropóján. Köszönöm a stúdióban Csányis Laurát, akit már többször országos szinten az év legjobb gumiasztalosának választottak, és Pelikán Milán tanárurat, az edzőjét. Jó estét kívánok, szervuszok, azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy miután évekig együtt dolgoztunk, tegeződünk most is természetesen. Szóval szervusztok, jó estét kívánok! Milán Laura legutóbb egy nagyon szép eredményt ért el egy nemzetközi versenyen, döntős helyezést. Hol, milyen verseny volt ez? Jó estét kívánunk mi is! Olimpiai reménységek versenyét rendeztek Csehországban, Jablonecben. Azt tudni kell, hogy a Nemzetközi Torna Szövetség egy elég elismert rangja ez az olimpiai reménységek versenye. 43. alkalommal rendezték meg Jablonecben ezt a versenyt. Olimpikonokkal és világbajnokokkal teletűzdelt versenyzőkkel. Annak ellenére, hogy utánpótlás versenyként van meghirdetve, természetesen a felnőtt kategóriák is képviselik magukat. 13 országból érkeztek versenyzők, és hát úgy gondolom, hogy 150 versenyző már az induló számból is kiderül, hogy elég komoly ez a verseny. Mennyi volt a döntő létszáma, ahova Laura bekerült? 8-as döntő volt. Azt tudni kell, ugye, hogy ez a 150 fő, ez korcsoportonként, nemenként áll össze. Laurának a korcsoportjában 16 remek versenyző indult, és 8-as döntő van. Laura 8-ként került a döntőbe, és ott még egy lépcsőfokot előre tudott lépni, így végzett a 7. helyen. Laura, gratulálunk ehhez, mindenképpen gyönyörű eredmény, ilyen mezőnyben, ahogy tanár úr is elmondta. Köszönöm. Neked nem ez az első külföldi és világversenyed. Hány helyen voltál már? Össze tudod számolni, hogy mi minden volt eddig? Hát nehéz összeszámolni, de voltam Svédországban, itt Csehországban már harmadszor, Lengyelországban, Ausztriában, hát most hirtelen... Szóval valóban nagyon, nagyon sok helyen, és Laura, azon gondolkodtam, hogy miután ennyi helyen már voltál, rutinos versenyző, vagy mondhatjuk azt, mit jelent neked egy ilyen verseny? Izgulsz előtte, vagy mennyire készülsz rá? Jelente plusz munkát? Igen, sok plusz munkát jelent, többet, mint egy magyar verseny, de mivel már többször voltam, ezért akkora izgalom nincs bennem a verseny előtt. Mikor az asztalra hívnak, akkor azért úgy kicsit izgulok, de ez nincsen befolyással a teljesítményemre, szóval nem. Milán, hogy indultatok el erre a versenyre, milyen reményekkel, mit vártál Laurától? Hát nagyon rövid volt a felkészülési idő, ugye a Laurának hosszú idő után egy kis pihenőt adtunk, egy hónap pihenési ideje volt. Az elmúlt pár évben erre nem volt lehetősége, sikerült is feltöltődnie, úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés volt ez. Ha a verseny előtt valaki azt mondja, hogy a legjobb 10 közé ugorja magát a Laura, nagyon meg lettem volna elégedve, és hogy mennyire nem izgul már a versenyen, azért tudott előrébb lépni a döntőben is, mert az elődöntős gyakorlatában kis hibával ugrott ugyan, de befejezte a gyakorlatát. Pár évvel ezelőtt még ezt a gyakorlatot abba hagyta volna, de a versenyrutin és a jelenléte nagyon pozitív volt ilyen szempontból, és hát természetesen ez feldobta, és innentől fogva a döntőben már felszabadultan tudott versenyezni. Mennyi plusz munkát, hogy Laura említette, hogy bizony plusz munkát jelent egy ilyen felkészülés, mennyiben? Általában heti hány edzést tartatok, és egy ilyen versenyre készülve hány edzést? Általában heti 5 edzésünk van, másfél órás edzésekkel kell számolni. Ez a nemzetközi viszonylathoz képest, nemzetközi versenyzőkhöz képest még mindig kevés, de ennyit tudunk biztosítani. Ennek ellenére ugye a Laurának megvan otthon mindig a házi feladat, ugye az erősítésekkel már annyira nem tudunk foglalkozni. Természetesen a pihenő idejében is ki volt adva, hogy mennyit kellett futnia, mennyit erősítenie. De hát ezt örömmel hajtotta végre, hiszen készült a versenyre. Igen, Laura, öröm, nagy örömmel. nem is lehet más mondani, ugye? Ennek ellenére, amikor visszatért az asztalra, nem tudtunk egyből ott kezdeni, ahol abba hagytuk. Ugyanúgy az alapozó időszaknak meg kellett történnie. Ugye, mivel most volt a verseny, és augusztus végén került először a Laura asztalra, ezért egy gyors talpalót kapott az alapozó időszakból. De nagyon örülök, hogy ilyen pozitívan állt hozzá, és hát, hogy mennyivel másabb egy nemzetközi versenyre a készülés. Szerintem maga a tudat az, hogy nemzetközi szinten, nemzetközi versenybírák előtt, olimpikonok előtt tudja megmutatni magát egy versenyző, már tudja pozitívan doppingolni.
Laura, hogy itt hallgatom tanárulat, és azért heti edzés. Plusz a szabadidőben szintén edzel, ami megint csak nem szabadidő, és emellett azért mondjuk el, hogy tanulsz, és mégpedig ugye a Brodyban. Igen. Brodyban vagy hányad éves? Most már 11-es. Nem kevés, gondolom, amit ott teljesíteni kell, meg még nagyon sok, amit itt. Hogy osztod be egyáltalán az időt? Hogy tudod összeegyeztetni ezt? Hát, ha nagyon muszáj, akkor felkelek reggelente is, de általában edzés után szoktam este tanulni, és akkor így elvégzem az esti teendőimet, és utána még ameddig tudok. Ha meg nem sikerül befejezni, akkor meg reggel. Meg ha van időm edzés előtt, de az emelt szintek miatt ugye ezt is nehéz beosztanom. Úgyhogy hát nehéz, de próbálkozom vele. És jó, megéri? Tehát úgy érzed, hogy ez neked továbbiakban is jót fog tenni? Tehát folytatni akarod ezt a sportot? Igen, szeretném. Mindenképpen? Tehát utána is, amíg... Hogy találtál rá egyébként erre a gumiasztalra, vagy hogy talált rád ez a sport? Hát, amikor elsős voltam, és az első osztály tanévnek vége lett, anyáik nyáron elvittek egy edzőtáborba, és hát azóta igazából, hát Milán bácsi akkor azt mondta, hogy lát bennem tehetséget, úgyhogy szerinte járnom kéne, és hát azóta itt ragadtam. És tényleg, ugye, Milán, ez nagyon jól láttad meg akkor Laurába a tehetséget. Hát a történethez hozzátartozik, hogy edzőtáborba bejött hozzánk egy kislány, folyamatosan cikázott a teremben, nagyon nehéz volt lekötni a figyelmét, de rá pár hónapra el tudtuk vinni az első versenyére, tehát ilyen gyorsan versenyzőt még nem tudtunk felkészíteni, igaz, akkor még szaltó nélküli elemeket kellett bemutatnia, de attól függetlenül természetesen nagyon gyorsan tanult, és hát úgy gondolom, hogy az évek hosszú sora pedig ezt igazolja, hogy igenis érdemes volt elkezdenie, mert nagyon jó úton halad. Hát egyértelmű, hogy tehetséges, azt hiszem, azt nem kell mondani. Mennyi az, amit még hozzá kell tenni egy tehetséghez, neked, mint edzőnek? Nekem, mint edzőnek? Hát ez érdekes kérdés. Az első legfontosabb szerintem természetesen a pozitív edzői hozzáállás. Hát kapott a Laura tőlem jót is, rosszat is, mikor, hogy gondoltam, hogy hasznos tud lenni. A különböző életkori szakaszaiban ugye már azért jó pár éven túl vagyunk, másként kellett állni. Volt, amikor próbáltam kedves szavakkal átvezetni a nehézségeken, de ugyanakkor volt, amikor kénytelen voltam felemelni a hangomat, mert nem vette annyira komolyan, mint ahogy én szerettem volna. Természetesen nem felejtettem el, én is voltam serdülő, én is foglalkoztam annak idején a lányokkal, úgy, ahogy a Laura, ahogy én már gondolom, lassan foglalkozik a fiúkkal, de attól függetlenül... Nincs ideje szerintem. Nagyon remélem, hogy így van, de hogyha esetleg foglalkozik is, az biztos, hogy amikor edzésre lejön, a külvilágot ki tudja zárni. Néha megszoktam tőle kérdezni, hogy na most látom, nem megy annyira az ugrás, írtatok valamiből, akkor természetesen mondja, hogy egy-két dolgozat a háta mögött van, azért ezeket látja az ember, hát úgy igyekszünk az edzést is módosítani. Mm-hmm. Hiába gondolom azt, hogy a mai edzésen 56 dupla szaltót kell leugranod, hogyha látom, hogy a figyelme nincs ott, akkor másra kell koncentrálnunk, de azt hiszem, hogy egész ideig ez nagyon jól sikerült, és megoldottuk ezeket a problémákat. Milán, mire készültök? Mi a következő lépés, vagy a következő verseny? Az első verseny, ami a közeljövőben lesz, november 8-án a Magyar Bajnokság. Ugye ott összevont korcsoport lesz, tehát a Laura megmérkőzik Magyarország legjobbjaival, feltörekvő tehetségek is beértek a korcsoportjába, úgyhogy ott mindenképp dobogóra szeretnénk állni, és hát nagyon reméljük, hogy megfelelő alapot tud ez az év teremteni arra, hogy jövőre a spanyolországi Európa-bajnokságon megmérettessünk. Úgy gondolom, hogy ilyen jó hozzáállással ott is a legjobb 30-35 versenyző közé tudja Laura ugrani magát. Azt tudni kell, hogy az ő korcsoportja a junior korcsoport, tehát a felnőtt alatti korcsoport, jövőre lesz utoljára junior, és utána belelép a felnőtt kategóriába. Úgyhogy ha jövőre oda teszi magát márciusig, nagyon komolyat tud dobbantani. Tehát ahogy mondtad, Laura, tovább, ugye felnőtt kategória. Vannak terveid ezzel a sporttal, felnőttként is? Így még ebben nagyon nem gondoltam bele. Inkább a mostani és az elkövetkezendő évi teendőkben gondolkozom. Hosszú távra még nem tudom, mi lesz, de még sokáig szeretném folytatni, igen.
Milán, egyetlen kérdés még, úgy gondolom ez a sport, mint ahogy minden komoly sport elég sok anyagi áldozattal jár. Magyarán szólva, szponzorok kellenek hozzá. Hogy álltok ezen a téren? Hát nagyon örülök a kérdésnek. Laura Ajka város sportösztöndíját nyert el ebben az évben. Úgyhogy ez egy hatalmas szó szerintem, hogy a városvezetés észrevette, hogy vagyunk, és észrevette azt, hogy a Laura ilyen komolyan dolgozik. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásért. Erre a versenyre különben a Magyar Torna Szövetség finanszírozott minden költséget, és hát nem szabad elfelejteni a szülői hozzájárulást. Laura szülei nagyon sokszor hozzájárulnak ugye a különböző nemzetközi versenyekhez, természetesen az Egyesületünk is igyekszik pótolni a hiányzó összegeket, de ugye úgy, mint szponzor, konkrétan cégek sajnos még nem kerestek meg, de állunk elébe. Tehát itt a reklám helye, ugye lehet keresni titeket, hát ilyen eredményekkel azt hiszem, hogy lehet dicsekedni. Úgyhogy még egyszer gratulálok mindkettőtöknek, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen a lehetőséget.